Több mint 200 illegális bevándorlót mentettek ki az olasz haditengerészet speciális egységei Lampedusa partjainak közelében. A három kisebb hajón érkező menekültek között nők és gyerekek is vannak. Származási országuk egyelőre ismeretlen. Az utóbbi hónapok óriási menekült áradatai miatt az olasz kormány egy olyan katonai és humanitárius akciót szervezett, aminek a segítségével az ideglenes bevándorlókat még partot érésük előtt ki tudják menteni az hajókból. A menekültekkel kapcsolatos kérdések súlyosságát jelzi, hogy Ferenc pápa első hivatalos útja júliusban Lampedusa szigetére vezetett, ahol misét mondott az áldozatokért. A Szent atya időről időre felhívja a figyelmet a problémára, és sürgeti annak mi hamarabbi megoldását. A legutóbbi tömeges menekült katasztrófa után fő alamisnását is a helyszínre küldte, aki 1600 telefont és telefonkártyát osztott szét a menekültek között, hogy fel tudják venni a kapcsolatot a rokonaikkal. Az Európába vezető alig 130 kilométeres hajóúton az elmúlt tíz évben legalább 6200 ember vesztette életét.